Na jó reggel, gyerekek! Itt vagyunk a másik YMCA-nél, az East Side-on. Az első a West Side volt, ez az East Side. És itt van az úszóda. Úgyhogy ma egyet úszunk. Lehet később még valamit csinálunk egyebet is, de egyelőre úszás lesz. Kámen! Reggel 8 körül van, 8:30. Na gyerekek, itt van az egyik pool, kettő pool van. Van egy teaching pool, egy kisebb. És ez a lab pool. Na, úgyhogy menjünk le egyet. Ja, van vagy 3-4-5 ember. Ja, már néznek, úgyhogy nagyon nem merek filmezni. Ne, hogy rám szóljanak. Kell a rájtett kamera, gyerekek. Ha. Gyerekek, nincs senki itt, egyedül vagyok, gondoltam, egyet filmezek. Ja, itt megy le az úszódához, csak emberek vannak, ott nem merek. Mielőtt bemész a medencéhez, itt egyet zuhanyozol. Mivel a cuccaidat le lehet rakni. És itt van a steam room, nem szeretem, gyerekek, bementem egy fél perces, ki kellett fussak, nagyon forró. Szaróda. Kagylók. Öltöző, látod, egy kicsit ilyen régebbi módi. Hát nem, hány kilók vagyunk papucsostól, törőközőstől, kamerástól. Dűbazd meg, ez milyen kőkószaki. Azt mondja, ez 200 pound, annál kevesebbek vagyunk. Mit tudom én, 185 körül, 190. Na mindegy. Majd ott van a digitálisan. Amúgy 86 kiló körül vagyok. Na jó. Lezuhanyoztam. Még telefon is van, és tévé kikapcsolták. 9:45. Menjünk, gyerekek, mert majd elfelejtettem 10-re. A másik gymbe appointment van. Elmesélem menet közben az autóba. Community board. És kifelé még bekapcsolom a telót, itt a kiáratot lefilmezem. Nem akarok ki menni. Csak egy törőközővel a derekamon. Na jó, menjünk. Nézzük meg, hogy nézünk ki. Van egy kis extra zsír. Na majd leolvad. Kifelé hagynám. Rajta tudnék egy kicsit. Filmezni. Telefont elég nehéz elrejteni, főleg így, hogy egy izén van egy alványon, tripodon. A négy sávos nem full méretű, nem túl nem nagy a elég. Which way? Fúkort, gyerekek, valamilyen fogunk itt dobni, és le is fémezzük. Csak nem ma, mert kell menjek most a másik csinbe. Hello! Have a good day, bye-bye! No! Kicsit üt a nap is, gyerekek. YMCA. Take me to the fucking YMCA. Hé, van. Hány centi kell?
törpilla. Neked hány centik? Hogy engem elfogadja, hány centike? Na jó, leszakott az egyik lábot a trajpodnak. Nem baj, visszadugjuk. Oké. Okay. Ja, akkor csináljunk egy kis autós filmezést együtt a egyik gymtől a másikig. Ja, ugye ez is elég nagy épület, először mikor láttam, gondoltam, hogy egy kis szaros épület, de nem elég nagy. Nini! Egy balánt! Expansion, and so the building, which is a huge, massive stone and steel structure, huge, massive. Shut up. Ezt most be is faljuk. Ma reggel befaltam egy Cliff Bart Protein Builder 20 gram protkóval és egy balántot. Most befaljuk a másikat. Na menjünk. Hány centike? Kamerát lehet felteszem oda, csak akkor nem tudok jól mutogatni mindent. Na, egy kicsit bassza a szememet. Na, ez fasza volt, gyerekek. Kb. Egy órán keresztül uszkáltam. Oda-vissza. Nem őrült tempóval, csak úgy nyugisan. Nagyon kellemes volt. Víz nem túl meleg, ami jó. Lehetne egy pár fokkal melegebb, de olyan langyos. Ha melegebb lenne, akkor nem bírnák akik sokat úsznak, de nem hűvös, tehát így jó. Klór az egy kicsit bassza a szememet, meg az orromot, nem nagyon, csak egy kicsit olyan szavaró, de na. De gyerekek, úgy érzem magam, mint a csics. Ilyen, mikor semmi porcikádot nem érzed, könnyed vagy, mint egy hópáre. Hagyjatok már, hogy menjek, mert elkések mindjárt. Annyi 4 percünk van még 10 óraig. YMCA. Közben ígyunk egy kis vizet. Milyen szép idő van, gyerekek, ma. A hűvös van, mínusz fok körül, mínuszba vagyunk. Nem nagyon, mert itt a pár fokkal vagyunk mínuszba. De hát kisütött a nap, most nem fúj a szél se, úgyhogy egészen kellemes az idő. Másodként is van kék ég, nem csak Floridában. Meg napsütés. $2.29 a benzin. Egyre olcsóbb. Hova is kell menjünk? Itt igyenesen. Egy kis városnézőt is csinálunk együtt, ez itt a Downtown Wallingford. Hát nem tudom, hogy ez sem itt van, Downtown North Main Street és a Center Street sorka. Horog utca meg Szigony utca sorka. Balról a templom és jobbról az iskola. Ismerős ez az iskola, mintha már láttam volna. Egy ismerősömnek ide jár a gyereke. Azt hiszem, hogy a templomhoz tartozik az iskola, vagy nem, mit tudom én, de katolikus iskola, mintha. Még nem nagyon ismerem a járást, itt balról a temető. A város nem nagyon ismerem, gyerekek. Zálvány egy kicsit ki van gyengülve, fonnyad le a kamera. Na, itt merre kell menni? Ötös út. Azt hiszem egy kicsit balra. De itt van jobbra, balra, se kicsit jobbra, se kicsit balra. Ez ilyen ötág út. Lószor, mehettem volna ott kicsit jobbra. De ott kellett volna menjek, mindegy. El kell éljünk, itt a sarkon van egy vegán vendéglőpont itt. North Cherry Street, meg a Quinnipiac sorkán. Meg kell nézzem, múltkor googleztem, hogy van-e a közelben valami vegán vendéglő, és igen.
Köszönöm, mint elmehetnék jobbra Washington Street-en, és balra vissza a 150-esre. De mindegy, megyek itt egyenesen. Amúgy itt van a magyar ház, nem messze. Itt ha balra tértem volna, ott lettem volna a magyar háznál. És még van egy épület, ami templom volt. Meg is kell, azt mutassam. Ha van egy magyar templom is, azt is megnézzük majd. És van még egy épület, ami az is valami templom volt, és van egy a sarokkövin írja, hogy ilyen magyarul van egy felirat, hogy építetette, mit tudom én, 1920-hányba, vagy 10, mit tudom. Nagyon közben együk a banánt. Félkézzel. Ja, a kamerát nem tehetem oda az alványra, mert akkor nem fogom forgatni. Vagy jobb lenne, annyit ne kapkodjam össze-vissza. Nem jegyed, most ilyen lesz. Tíz óra, el vagyok késve. Nem számít. Mindjárt hívnak telefonom. Ha itt a YMCA volt, egy apod mentett 10 órára, nem jössz? Jövök, nyugi. Fajok. Egy kis patak. Ford Fest roham. Van egy kis vizesés is, csak pont nem látszik jól a kóláttól. Na, menjek a fel. Kicsit a rozsda kiette a Chevy Astrót. Mondja, ezek nagyon fasz a minivenek. Nem is miniven, inkább átmenet ez a miniven meg a nagyobb munkásvenek között. Azt sem öcsinek volt egy ilyen. Nagyon sokat elmennek jó gépek, és all-wheel drive, 4 kerék, meg összkerékhajtás. Jó, tehát az előbb egy kicsit jobbra jöttünk volna, nem egy kicsit balra, annál az 5-ös elágazásnál, akkor pont ide értünk volna ki a 150-es útra, ott kellett volna jöjjünk. Nem mindegy, többet láttunk, ha erre felé jöttünk. A biciklivel lehet igazán jó város nézni, nem? Kamerát a fejre, GoPro-t, és bicalja a tekerjed. Van itt egy park itt jobbról, itt néz fel a Merit Park vére a 15-ös útra. Van egy park, magyar ház szokott ott rendezni ilyen-olyan pikniket. Hát inkább ugye nyáron, ősszel, nem tudom, egyszer vagy kétszer egy évben. És itt balra van a szabad kőművesek kórház a Masonikér. Öreg idős embereket gondoznak. Na, és itt is vagyunk a másik Y-nál. A kura! Itt sokan vannak, baszki, teli van a parkilozó. Hát lám, hogyha úgy lesz, be akartam ide húzni, de nincs ahova. Na jó, menjünk be és nézzük, hogy mit mond a nénike. A gyerek, itt megvolt a csaj, a konzultáció. Beszámolok róla, mikor végeztünk. Fasza volt, el vagyok fáradva, nem csak konzultált, hanem együtt workoutoltunk is. Egyet kosarozok, és azzal megyünk haza, mert el vagyok fáradva. And the
Na gyerekek, 11:30. Jó, megültem magamot a gymbe. Tadlám, milyen programot adott Jamie? A kislány. Meg tudom-e mutatni? Nem tudom megmutatni, mert a kamerát meg kéne fordítsam. Ennyi. Na nézzük. Jamie mit mondott? Azt mondta, hogy első nap straight bar deadlift. Ezeket magyarul nem tudom, gyerekek. Hogy mondják? Straight bar deadlift. Goblet squat. A squat az a dudolás. Kettlebell-el. A googolás. Deadlift az halott emelés, de magyarul biztos van rá egy szakkifejezés. Push-up, ugye fekvőtámasz. Ring rows. Ez mikor egy kicsit előrehajóva emeled fel a földről. Na, biztos valaki tudja ezeket a szakkifejezéseket. Farmer's carry, az a... amikor egyik kezedben van egy nagy súly, sétálsz vele. Paraszt sétálás. A... cipelés, nem sétálás. Pull off press. Ezt már elfelejtettem, mi volt. Day 2. Walking lunges. A lunges ez, amikor így mész elé-felé, ugye egyik lábból legugolva. Goblet squats, amikor gugolsz súlyjal. Bench press, azt tudjátok mi az. Dumbbell-el. Egykezes. Bottom ups. Kettlebell carries. Bottom ups az mi is volt, elfelejtettem. Kettlebell carries. Kneeling pull off press. Bent over row, one arm, dumbbell. Finishers. Amennyit csak bírsz belőle 3-tól 5 percig. Better ropes. Ez amikor a kötelet egy kicsit begugulsz, se két vastag köté ki van, meg van erősítve egy oszlophoz, azt így lesz fejle, rittyekteted a földhöz 20 másodpercig. Bear crawl. Medve. Maci. Mászás. Így négy kéz láb vagy, de a térded nem éri a földet, csak akkor ugye az egy helyben, és akkor mész egy kicsit váltott kézzel lábbal előre. Bear crawl, még mi van itt? Bear crawl, mit tudom én, squats, googolás. Na hát, várjatok, megint kamera csere. Nem is, mehetünk, nem megyünk. Na hát ingyen egy ilyen konzultáció, mikor beiratkozol ide a gymbe, akkor van egy ingyenes konzultáció egy personal trainerrel, személyi edzővel, és mondom, miért ne. Aztán kérdezte, hogy mit akarok. Mondtam, hogy az, hogy kemény legyek, mint a fagyott kutyaláv. strength training, azt mondja, az kell neked strength training, ha nem akarsz nagy lenni, nem bodybuilding, mondom, nem azt akarom. Csak az, hogy erős legyek és fit és szalkas. Azt mondja, akkor ez kell neked strength training. Ja, persze, hát mondta, ez mellett még ugye csin... Mi az Isten füle? Egy bolond öreg jeep bebúront, a szíjak csúsznak minden. Azt hittem valami felrobban. Na. Úgyhogy mit mondott még a csaj? Hát ilyen általános dolgokat. Azt mondja, ezt csinálhatom felváltva egyik nap egyiket, másik nap másikat. Ezt így nyomhatom, egy hónapig nyomjam, és akkor majd változtassak valamiket, hogyha akarok. Na, de persze emellett mondtam, még csinálhatok egyebeket, amit akarok, gépeket használni, meg mit tudom én. De azt mondta ő ezt, hogy jaj. Mondom, jó van, baby, köszönöm. Na jó, menjünk valamit faljunk, gyerekek, mert megkezdtem elhűlni. Olyan, még azt mondta a csal, hogy full body workoutot ajánl, tehát az, hogy ne válasszam szét az izomcsoportokat. Az ugye inkább a bodybuilderekkel szokták csinálni. És azt mondta, 4-6 ismétlés. 4-5 szettet minden gyakorlatból, és 4-6 ismétlések száma. Azt mondja, hogyha amikor hogy a súlyokat ugye alapítsam meg, hogy mekkora emeljek, hogyha az utolsó kettő nagyon nehezen megy, akkor egy kicsit vegyek vissza a súlyból, hogyha az utolsó kettő nagyon könnyen megy, akkor egy kicsit tegyek rá. Na jó, hát
ezeket tudtam én is, de azt mondtam, még kérdeztem, hogy ajánl-e valami ilyen szupplementeket, vegyek te a kiegészítőket. Azt mondta, nem kéne semmi, hogyha csak így erősödni akarok, akkor nem akarok nagyra nőni, mint az állat. Akkor nem kell vegyek semmit, se kreatin, se BCAA-t, se semmi szarságokat. Azt mondta, a proteint azt nyomjam, mert mondtam, hogy vegán vagyok, azt mondta, hogy a pea proteint, a borsó proteint, meg a zsíroktól ne féljek, avokádótól, magoktól, dióféléktől, mondtam, nem is félek. És ja, ennyi. Protein bárok ott, ja, amúgy itt a gymben is vannak ezek a kedvenc protein bárjaim, ezek Cliff Builderek, 20 g-os bárok. De hát ott azt hiszem darabja $2, én veszem Angróba $1 körül darabját. Oké. Okay. Na, mit szóltok gyerekek, ti mit ajánlotok, milyen gyakorlatokat és milyen programot? Szálkásításra, meg strength trainingre. Hogy hívják magyarul a strength traininget? Erőgyakorlatok. Na jó.